A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. A sportos most azért hangsúlyoztam, mert alapvetően természetesen mindig sportról, sporteseményekről és történésekről beszélgetünk, de úgy jött ki, hogy egy nagyon különleges dátum a mai, amelyen az adás rögzítjük, és amelyen majd önök is láthatják. Ez ugye április 11-e József Attila születésnapja, a költészet napja Magyarországon. Van olyan mód, hogy összehozzuk a sportot és a költészetet, majd az adás végén egy kicsit vissza is térünk erre, de ha már így alakult, akkor mai stúdió vendégeimtől, beszélgető társaimtól elsőként azt kérdezném, hogy egyrészt milyen a viszonyuk az irodalomhoz, és ki a kedvenc költőjük, hogyha éppen nem a sporttal foglalkoznak. Farkas Szilárd a televízió szerkesztője, Juhász László a Videóton baráti kör elnöke, illetve természetesen Horog László mindannyiunk példaképe. Akinek a műveltségében gondolom azt, hogy most így kisújból kirázna, itt néhány József Attilát bőven benne van, de ki az, aki úgy igazán hatott rád költőként? 40 éve ismerek ki. Nagyszerű fehérvári poétát, a Somos nővéreket, akik közül most Zoltán a termékenyebb a tegnapi verséből fakadunk, tehát az ő munkásságukat követem természetesen. Ha nem őket említeném, akkor Petőfit kéne mondanom, de lesz majd valaki, aki mondja, hiszen most Petőfi miatt minden Sándorról szól, én Arany Jánost jobban szeretem. Laci, nem csodálkoznék, láthatlan, ha határon túli költőt mondanád. Költőt vagy írót? Írót is mondhatunk költészet kapján? Most költészetről beszélünk. Hát ugye Vas Albertet hova soroljuk mindig, de természetesen Vas Albertet. Költő is volt. Azért mondom, Vas Albertet kell akkor első helyre tennem, de Horog elvtárs itt lelőtt a poént, tehát a Petőfi emlékén van, akkor a hazafias érzelmű töltetű versekben azért Petőfi is élen állt. Ha a MOL Fehér FC szereplését nézem, akkor Buskobor versekben a József Attila is képben lehetne a mai napon. Petőfiről egyébként az jut eszembe, hogy vannak neki azért olyan versei, amit nem biztos, hogy a mai politikusok szívesen meghallgatnak. Ő nem volt azért ez a nagy tekintélytisztelő valaki, de most ezt nem fogjuk így idézgetni. Minden esetre teljesen jogos, hogyha őt említjük duplán, triplán is valóban ebben az évben. Szilárd, te még hátra vagy a felsorolásból. Igen, hát a költészet jelentőségét emelném ki, mert a volt barátnőmhöz írtam én kettő verset, aki most már a feleségem, úgyhogy köszönöm szépen minden költőnek, hogy az én költészetemet és család alapításomat is emelte a költeményeik által. Ezzel most azt mondtad, hogy saját magad vagy kedvenc költőd. Nem akartam kimondani. Igen, Karintinek volt egy ilyen mondás, hogy ha valami jót akarok olvasni, akkor kénytelen vagyok írni, de hát ő megtehette, hogy szerénytelen legyen az ő zseniével. A költészetnek természetesen a szóvic szintjén a sporthoz is van köze, hiszen rendre beszélgetünk arról, hogy melyik csapat költ a legtöbbet, ki költhet a legtöbbet, és hogy ezek a költések valójában hogyan jelennek meg az eredményekben. Nyilván a mai adásban sem tudjuk majd elkerülni, hogy bizonyos anyagi vonatkozásokról beszéljünk. Itt van Juhász Laci, természetesen ilyenkor mindig a Videóton, illetve a MOL Fehérvár, meg a magyar futball van főleg fókuszban. Mégis azt gondoltam, hogy mivel általában ez azzal jár, hogy addig beszélünk a fociról, amíg másra nem jut szó, ezért most az adás elején essünk túl azon, ami egyébként szintén nagyon fontos és aktuális téma, és hát gondolom, hogy fehérvári sportot követőként azért mindannyiutoknak van róla véleménye, vagy legalábbis szurkoltok. Ugye megkezdődik szerdán a kosárlabda bajnokság rájátszása, és ez egy olyan szakasza az évnek, amikor tényleg reméljük kézzelfogható közelségbe kerül, hogy egy fehérvári csapat valami szép nagy eredményt érjen el. Az Alba Fehérvár ugye a Kecskeméttel játszik majd. Előzetesen szerintem, hogyha a 8-ba jutásra esélyes csapatok közül kellett volna választani, talán a szurkolók legtöbbje is azt mondta volna, hogy ez egy viszonylag biztos kimenetel, főleg pályaelőnnyel. Most azért megnéztem, hogy volt az első 4 forduló után a Kecskemét vezette a bajnokságot egyébként ősszel, nagyon jól kezdtek, aztán a végén egy kicsit izgulniuk kellett, de végül is simán bejutottak a 8-ba. Sőt, ugye hát 6-ak lettek, tehát még magabiztosnak is mondható ez a helyezésük. Itthon nagyon simán verte őket az Alba, idegenben
az volt az utolsó csepp a pohárban, ami után Matthias Sollnert ugye elküldték a csapattól, tehát van ilyen-olyan emlék is. És hát tegyük hozzá azért is, mert Horog Leszi korábbi adásból mondta, hogy a Magyar Kupában már alkothat egy nagyot az Alba, hogy a kupa hétvége után vagyunk, amiben az Alba végül is nem volt érintett, mert kikapott a Falkótól ugye Szombathelyen egy döntőbe jutásért zajló meccsen. Viszont talán ez most annyiban jól jöhet, hogy pihentebb lesz a Kecskeméten, amely viszont ott volt a négyes döntőben. Igen, a Kecskemét valóban nagyon jó kezdte a bajnokságot, de remek sorsolások volt azért, akkor ők még nem találkoztak nagy csapattal, csak olyannal, aki aztán masszívan mögöttük végzett a tabellán. Én valóban úgy gondoltam, hogy a Magyar Kupában ott leszünk a négy között, meg is nyerjük, és utána a bajnokságot, és ahogy szoktuk 13-ban és 17-ben, ez nem következett be. Annyira választ adott a múlt szerdai meccs az Arena Szavariában, hogy én úgy gondolom, hogy a Falkó jobb nálunk, amiben eddig nem voltam biztos, talán azért, mert nem játszottunk velük, illetőleg amikor játszottunk, ott nagyon simán kikaptunk, másfél hete itthon magabiztosan nyertünk, de a kupa más, és én úgy gondoltam tavaly nyáron, amikor elvesztették a magyar magjuk zömét, illetőleg új légiósokat kénytelenek voltak igazolni, hogy gyengébbek lesznek, de beletaláltak ők is a légiósokba, hogy mi is. Hát a Kecskeméten nyernünk kell, én úgy gondolom, hogy a holnapi meccset a Kecskemét elengedi, és Szombaton megpróbál mindenáron nyerni otthon. Legalábbis én így készíteném fel a csapatomat, természetesen Forrai Gábort ismerve nem hiszem, hogy feladnák a holnapi meccset sem, de egyértelműen ebben a párharcban mi vagyunk az esélyesek. Mennyire érzitek azt, hogy jöhet valami jelentős eredmény? Azt gondolom, hogy a döntőbe jutás már egyébként mindenképpen az lenne, ugye tavaly bronzérmes volt az Alba, innen olyan nagyon sokat nem lehet előre lépni, de azért még lehet. Minden fehérvári sportsikernek örülök, és hát, hogyha megnézzük azt, hogy április van, hogy ebben a bajnokságban még hol tudunk igazán örülni fehérvári csapatsikernek, az most már csak a kosárlabda maradt. És minő érdekesség, hogy azért összekössebb a focival ezt is, hogy ki gondolta volna egy, talán még 5 éve is azt mondhatnám, de 10 éve egészen biztos, hogy akár fociba, akár kosárlabdába, vagy Kecskemét azért ilyen playoff jellegű élbolyba érdekelt lesz, tehát nagyon furcsa ez a dolog, de azt gondolom, hogy most a fehérvári kosarasoknak nagyobb esélye lesz talán a Kecskemét ellen, mint a Molfehérvárnak 1-2 hét múlva a Kecskemét ellen, hiszen ott is Kecskemét meccs fog nem sokára következni. Úgyhogy én nagyon drokkolok annak, hogy legyen fehérvári sportsiker, és a tavalyi bronz után akár fényesebben csillogjanak dolgok. Hát fogunk beszélni a Kecskemétről még egyébként a labdarúgás kapcsán, amely adásban azt terveztem, majd amikor oda kerül a szó, akkor el is mondom, hogy miért. Szilárd, gondolom, te is úgy vagy vele, hogy aki nem követi annyira közelről, vagy olyan szakmailag a kosárlabda bajnokságot, az is azt mondhatja, hogy ha az alapszakasz harmadik helyezettje éppen ugye 7 mérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött, most ha csak a bajnokságot nézzük, fogadja a hatodikat pályaelőnyben, 3-szor kell győzni, tehát adott esetben elég mindig hazai pályán, az olyan sima ügy, egy kicsit óvatosságra int engem legalábbis, például Forrai Gábor a Kecskemét edzőjének a személye, aki emellett, hogy nagyon rutinos mester és nagyon régóta edzi ezt a csapatot, még egy kis lelki plusszal is motivációval is rendelkezhet, hiszen ő itt az Albánál ugye csak egy szezonig dolgozhatott, miközben az egy elég sok mindentől sújtott szezon volt, és szerintem azért maradt volna ő még fehérváriként Fehérváron. Igen, én is azt gondolom, amit ugye Laci is utalt rá, illetve ti is, hogy megbizonyosodott, hogy mi is ki tudunk kapni, és rengeteg mérkőzés után ugye a 7 mérkőzéses bajnoki győzelmi szériára gondolok, hogy utána azért beleszaladtunk, nem azt mondom, hogy a kupa vereségbe, hanem egy Falkó elleni vereségbe, ami azért nem szégyen, valljuk be, azért a Falkótól kikapni ebben a magyar közegben, hiszen papíron talán ők a legjobb csapat még mindig, de az, hogy ilyen jól teljesít a csapat a bajnokságban, én azt mondom, hogy a rájátszásban is hagy egy kis, nem is egy kis bizakodás, hanem minden lehetőség megvan arra, hogy tovább lépjünk a Kecskemét ellen. A pálya előny sokat fog segíteni, és az, hogy most tehát kikapott a csapat a Falkótól, a Magyar Kupából kiesett, de ez most szerintem jókor jön, mert egy csapat, ahogy a vezetőedző is mondta, nem tud mindig nyerni. Hát majd meglátjuk, hogy ebből mennyire sikerül épülni. Én egy kicsit úgy érzem, hogy tényleg itt az esélyesség terhét kell tudni majd elviselni. Ennek az Albának egyértelműen jobb az állománya, mint a Kecskemété. Kosárlabdában ugyan a csapatjáték csiszoltsága, összeszokottság az rengeteget számít, és ha valamiben ebben a Kecskemét az egyik legjobb az egész mezőnyben, hiszen hosszú évek óta ugyanaz a mag játszik.
de hát bőven 30 év fölötti, sőt már néhol 40-hez közeledő játékosokkal, és egy 5 meccses szériában azért ennek lehet jelentősége. Azon vitatkozzék, amit Laci mondott, hogy az első meccset esetleg elengedni a Kecskemét. Egy ilyen 5 meccses párharcnak klasszikusan az első az a mérkőzése, ahol mindenkin ugyanaz a nagy nyomás van, sőt nagyobb nyomás van az a házigazdán. Itt lehet igazi meglepetést okozni. Visszatérve még a sportsikerekre, szerintem lesz sportsikerünk a nyár elején, hiszen a videóton benn marad az élvonalban. Tehát én egyértelműen annak sorolom. Elnézést kérek, a Honvéd győzelme a Vasas ellen egyik oldalon nagyon jó, hiszen a Vasas már kiesett. A riválisok sorából viszont a Honvéd lehet, hogy lendületbe, de úgy gondolom benn fogunk maradni. Tehát a hétvégi Újpest meccset a helyszínen láttam, picit csalódás volt a korábbiak után, tehát meg voltam győződve, hogy ezt nagyon könnyedén megnyerjük, de én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz. A kosárlabda kapcsán érdekes, hogy Forrai Gábor személye, hiszen 2017-ben lettünk utoljára bajnokok, 18-ban bronzérmesek, és annak az évnek a novemberében Zundis Branislavtól elköszöntek, azóta 7-es edző ült a kispadunkon, Pető Ákos mondjuk 3 mérkőzésen, és egy teljes szezont csak Forrai Gábor fejezett be, akinek azt a nyáron szintén megköszönték, de érdekes, hogy itt nagyon nagy a fluktuáció, és én úgy gondolom, hogy a döntőre biztosan alkalmasak vagyunk, itt ez a Falkó faktor, amit említettem, de az biztos, hogy abból gondolom, hogy az első meccsen nem fognak mindent, meg fognak tenni mindent, de úgy gondolom, hogy a hazai szombatére készülnek, hiszen a kupa döntőn is már Milos Boriszov nem volt. Tehát egy légióssal eleve kevesebben vannak, és ő kulcsfigura egyértelműen. És egy viszonylag, sőt, mondhatni egy öreg csapata a Kecskemét, amelynek az ereje az összeszokottságban rejlik, és egy légiós hiánya ráadásul döntőtényező. Fehérváron kezdenek, én úgy gondolom, hogy a hétvégére próbálnak kihegyeződni olyan szinten, hogy ott esetleg lendületbe jöhetnek a folytatásra. Hát meglátjuk, minden esetre ugye szerdán 18 órakor lesz az első mérkőzés, mindenkit arra biztatok, hogy menjen szurkoljon a helyszínen. Az utóbbi meccseken már ragyogó hangulat volt, a Szolnok, a Falkó, persze a legnagyobb ellenfelek jártak legutóbb a Gáz utcában. Ez viszont már a rájátszás itt, meg aztán tényleg ennél nagyobb tétet elképzelni sem lehet. És akkor ha már Laci ilyen tényleg az ő klasszisához méltó szellemességgel átkötött a focira, akkor haladjunk. Visszacsatolt. Haladjunk mi is ebbe az irányba. Nem tudom, hogy valójában a biztos bentmaradáshoz mennyivel jutott közelebb hétvégén a MOL Fehérvár. Én inkább azt mondanám, hogy semmivel. Jó, úgy is lehet mondani, hogy de legalább a kieséshez sem. A Honvéd gyakorlatilag azzal, hogy hozta a Vasas elleni meccset, egy vért izzadva és rettentő gyenge meccsen egy utolsó percekben esett góllal. Ezzel így kapaszkodik, ugye ő is az utolsó szalmaszába. Nekünk viszont ez a 2 pont elvesztése a hazai pályán szerintem alapvetően fájó. A közvetítésben elhangzott, hogy az egész mezőnyben a legjobb hazai mérlege amúgy a Vidinek van, és ha csak ebből indulunk ki, akkor ennek a csapatnak tényleg a dobogót kellene ostromolnia. Hát egészen brutális és botrányos idegenbeli teljesítmény párosul hozzá. Már csak ezért is kellett volna ez a hazai. És ha Laci azt mondta, hogy kicsi csalódás volt, én meg azt mondom, hogy egy totálisan élvezhet. Én ilyen rossz meccset nem tudom, mikor láttam utoljára a sóstom, még úgy is, hogy voltak azért bőven ebben a szezonban, mint most az Újpest ellen. Hát én most szerencsére, vagy nem szerencsére ezt nem a helyszínen láttam, hogy utazás miatt, de igen, hát élvezhetőségi faktorból nézve ez katasztrófa volt, az tény. Egy kapura tartó lövése volt a Fehérvárnak egész meccsen körülbelül. Igen, és hogyha azt nézzük, hogy most kieséstől nem kerültünk-e messze, vagy közelebb, hát közelebb kerültünk egy haza X-szel, hogyha azt nézzük, hogy tényleg idegenben milyen a mérlegünk. Főleg az utolsó, vagy nem az utolsó, a következő 3 meccset tekintve, ugye megyünk Kisvárdára és Debrecenbe, és közte lesz itthon egy Kecskemét meccs. Hát a Kecskemét és a Debrecen az utolsó meccseik alapján az egyértelműen gyakorlatilag a dobogós helyen állnának az utolsó pár meccset nézve a tabellán, és ugye azért egy Kisvárdára menni sem egy életbiztosítás, annak ellenére, hogy mondjuk ők az utolsó 3 meccsükön x-eltek, tehát győzni ők sem nagyon tudtak, de idegenben, amit mi eddig hoztunk, azt kell, hogy mondjuk bravúr kellene Kisvárdán most mindenképpen, és akkor lesz nyugodtabb. Én azt gondolom, a mezőny kezd úgy, hát ketté szakadni, vagy 3 felé szakadni, a Vasast azt lassan le lehet írni talán, és az első 6
helyezett, az szerintem az körülbelül ez lesz, ami most az kérdés, hogy ki más, ki melyik helyen. Én legalábbis ezt tippelem. És a 7. és a 11. hely között azt kell, hogy bármi lehet még, hiszen talán, ha jól tudom, 6 pont a különbség a 7. és a 11. hely között, ha jól emlékszem. És ezért ebben a 3 pontos rendszerben van még 8 mérkőzés, de nekünk a következő 3 meccset tekintve egyértelműen azt kell mondani, hogy bravúrra van szükség most. Hát az eredmény sor tekintve is, amit eddig idegenben produkált a csapat, és most az Újpest elleni játék is egy kicsit azért nekem aggodalomra adott okot. Ugye ez volt a 3. meccs, ahol Bartosz Grzelák vezette a Vidit. Az első volt egy Honvéd elleni, amit tényleg kötelező volt megnyerni. Sikerült, lehet, hogy tényleg még az edzőváltás lélektani hatásának is köszönhetően. Ferencváros otthonában bravúros volt a döntetlen, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az volt az a meccs, ahol mi csak jól jöhettünk ki, semmilyen eredmény nem számított volna kudarcnak. És hát itt volt ez, amikor már van a csapat és az edző mögött megfelelő közös munka, megismerték egymást, jön egy hazai meccs, abszolút közvetlen rivális ellen. Én tényleg arra számítottam, hogy itt most megint valami előrelépést tapasztalunk. Ehhez képest maga a svéd-lengyel szakvezető ismerte el, hogy benne is inkább a csalódottság volt erős, mert hát az egy dolog, hogy nem kap gólt a Vidi, már ezt is meg kell ünnepelnünk, de hát semmiféle veszélyt nem jelentett a kapura, és szerintem csak bent maradni csak úgy, hogy nem kapunk ki, úgy nem lehet. Hát jobban jártunk volna szerintem, ha már egy kicsit elkalandozunk, hogy mi lett volna, ha bár ez ugye, mi lett volna, ha az sosem a realitás talaja, de sokkal jobban jártunk volna, hogyha kikapunk a Fraditól és megverjük az Újpestet, mert akkor egy ponttal jobban állnánk, és az Újpest előtt is állnánk, szóval ezt a mérkőzést mindenképpen meg kellett volna nyerni, hiszen ahogy ti is mondtátok, a közvetlen rivális ellen nem fér bele egy döntetlen, pláne ebben a helyzetben. Én továbbra is azt mondom, hogy még mindig meg kell nézni és meg kell várni, hogy jó ötlet volt a váltás, ugye mindenképpen szükségszerű volt vezetőedzői szinten, de az, hogy mi lesz ebből, és ugye mindig mondjuk, hogy a 3., 4. hely még csak 8 pontra van, most már 10-11 pontokra van, ugye ezzel nem is kell foglalkozni, de itt tényleg nem csak arról van szó, hogyha megnyerünk 3 mérkőzést, akkor már mi is ott leszünk az élbolyban, ez nem így megy, ezt látjuk most ugye az előző mérkőzések szempontjából is, úgyhogy ez most elhullajtott 3 pont volt, sőt 6 pontos meccs volt. Érdekes volt egyébként, hogy ráadásul a meccs végén még Kovács Dánynak kellett egy nagyon nagy bravúrt bemutatnia, és pont arra gondoltam a leláton, hogy ha visszamegyünk 5-10 évet az időben, amikor a Fradival tényleg fejfej mellett harcoltunk, ha lenne egy annyira átlagosan jó csapatunk, ami szokott lenni, akkor ezt a bajnokságot még különösen gond nélkül megnyernék, hiszen a Fradi is nagyon rossz állapotban van. Az más kérdés, hogyha nem 10 ponttal vezették volna a bajnokságot a télen, akkor most hogy játszanának, de az biztos, hogy egy átlagosnál jobb videóton idén aranyérmes lehetne, ezzel szemben most azért mások a céljaink. Ugye, ha már előbb a kapcsolódási pontot kerestük, a kosár és a foci között láttam a sportál.hu interjún éppen, vagy portálon éppen Kajzer Tamás volt kollégánk által részben elkövetve egy interjút Bartosz Grzelákkal, a Vidi új edzőjével, akiről kiderült, hogy járt már kosármeccsen Fehérváron, most amikor éppen gondolom a válogatott szünet alatt ideje engedte, és hogy külön hangsúlyt fektetett arra, hogy ő neki a városba, Fehérvárba is be kell illeszkednie, meg kell ismernie, sajátjának kell éreznie, tehát ezért is tartja fontosnak, hogy minél jobban a sportéletét is megismerje. Ami egy baromi szimpatikus hozzáállás, magyar edzőkről sem mindről tudtam ezt elmondani az elmúlt években azokról, akik a Vidi kispadján ültek, de hát nyilván nem ez alapján fogják őt megítélni majd szezon végén, hanem hogy sikerül tényleg előrelépni a csapattal. Az elmúlt adásokban beszéltünk már róla, hogy látszik-e valami ebből, milyen pszichológiai módszerei vannak, hogyan próbál tényleg hatni a csapatra. Nem tudom, ti mit láttok ebből, vagy minek a hatását érzitek. Tudjuk-e függetleníteni ezt a kérdést attól, hogy egyébként az Újpest ellen nem olyan lett az eredmény, mint amilyet szerettünk volna? Én azt gondolom, hogy maximálisan egyetértek veled, ahogy az előbb azt a gondolatmenetet felvezetted, hogy igen, egy lélektanlag hoztunk egy kötelezet a Újpest ellen, a Fradi ellen mondjuk azt, hogy egy mindenki bravúr, nézzük azt, hogy az a Fradit szinte lassan már mindenki megveri a tavasszal, sőt, mögöttünk állnak a tavaszi tabella tekintetében egyértelműen, talán még kieső helyen is állnának az elmúlt meccseket nézve a Ferencváros mögöttünk, ha a tavasz nézed, de hogyha tematikát nézed, akkor igen, akkor mondhatnád azt, hogy na, végre elindultunk valamerre, hogyha most ezt magabiztosan megverjük az Újpestet, akkor kicsit úgy hátradőlhetünk volna, és azt mondjuk, hogy na jó, az irány az elmúlt 3 meccs alapján,
de ez most ugye elgondolkodtatja az embert. Ha azt nézem, hogy a bajnokságban Újpesttől eddig kétszer kikaptunk, akkor meg még az X sem biztos olyan rossz, na de ez most egy kicsit ironikus volt talán. Mert azt hiszem, a kérdésem az, hogy a játékban láttok-e előrelépést? A játékban az Újpest meccs tekintetében nem éreztél semmi, hogy te most előreléptél volna, vagy nem. Tegyük hozzá, hogy most azért ki az alapcsapat, ezen mindig lehet vitatkozni ilyen bőkereteknél. Akiktől megszoktuk, hogy a kezdőbe szoktak lenni, abból azért most sok a sérült, vagy sok a hiányzó a Vidinél, de ennek ellenére is ennek a csapatnak jobban kéne játszani, főleg hazai pályán, mert a hazai pályán tényleg jó a mérlegünk. Tehát én ezt is múltkor ellemeztem, és sőt az első féldei eredményeink alapján is jó játszunk, a hazai pályán szerint is jók az eredményeink. A meccs vége fele szoktunk úgy néz ki elfáradni a statisztika alapján, illetve az idegenbeli teljesítményünk a gyatra, de ez hazai meccsen ezt kellett volna hoznunk. Én magam 3-1-et tippeltem, tehát optimista voltam nagyon abban, hogy ezt a meccset magabiztosan húzzuk be, hát nem így lett. Hát nagyon utána kéne néznem, hogy mikor rúgott 3 gólt. Az őszi utolsó fordulóban épp a Kisvárdának ugye hazai pályán rúgott 4-et Fehérvár, ugye ezt leszámítva rúgott-e 2-nél többet egyáltalán mérkőzéseken, meg hányat ebben a szezonban, azon nagyon el kellene gondolkoznom. És valóban voltak tartalékok. Én néztem a meccset, és azt gondoltam, hogy, és ez most nem, hát, ha úgy tesszük a játékos dicsérete, ha úgy teszik a csapat kritikája, hogy egy Schön mennyire tud hiányozni a Fehérvárból, valaki, aki tényleg akár egyéni megindulással, akár gyorsasággal, beadással veszélyt tud teremteni, mert totálisan impotensnek éreztem a támadó játékot. Kodró egy magyar szinten megfelelő középcsatár, aki amikor odaérkezik a kapu elé, két meccsenként egy gólt rúg, vagy 11-esből, most ugye éppen visszavontak egy 11-es, de már ő bajban van, amikor fel kell állni a labdát, mikor bele kéne kapcsolódni a mélyből érkező támadó játékba. Olyan szélső, aki odavarázsolja, belövi adott esetben, nekem nagyon hiányzik a csapatból, és hát amit Laci mondott, ha egy átlagosan jó állományunk van, akkor ezek nem lehetnek kérdések. De amikor Fiolának meg Schönnek a hiánya azt okozza, hogy nem lövünk kapura egy Újpest ellen hazai pályán, akkor azt gondolom, hogy tényleg alapvető állománybeli gondok is vannak. Azt hiszem, hogy nem rosszul jött ki a lépés abból a szempontból, hogy ugye most egy kicsit visszakanyarodok, de Zivzivadze ugye már nem játszik, akkor itt a sérülések Fiola és Schön, tehát egy kieső helyen most már nem álló, de mégiscsak a 10. helyen állunk, ugye, ami után már csak a 11. 12. kieső helyek vannak, tehát egy ilyen Vidinek nagyon rosszul jön bármilyen sérülés, és bárki, hogyha kiesik a csapatból, az nyilván hátráltató tényező lehet. Ezt meg kell oldani, de egy ilyen helyzetben ez egy plusz nyomás, hogy sérülések is hátráltatják a csapatot, és még olyan helyen is állunk, ahol harcolni kell a bemaradásért, semmiképpen sem jó. Laci, neked nagyon komoly és általában kicsit szubjektíven, de megalapozott véleményei szoktak lenni a vezetőedzőkről, meg a szakemberekről, akik megfordulnak a különböző csapatoknál. Milyen benyomást alakítottál ki Bártos Zselákról itt az elmúlt néhány hétben? A váltás elengedhetetlen volt, és én kimondottan jó döntésnek találtam. Még az újpesteni meccsel együtt is, hiszen Husztinál ezeket a meccseket el is szoktuk veszíteni. Tehát hátul masszívak vagyunk, és én úgy gondolom, hogy karakteres edző, jó a kiállása, amit mond, az általában ül, kellően kritikus is, mint a legutóbbi meccs után ezt hallottuk. Tehát én egy kimondottan jó edzőnek tartom, nem ismertem korábban. Tehát meglepett a kinevezése, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ő meg fogja oldani ezt a feladatot. És hát a kérdés majd az, hogy kikkel oldja meg, illetve hogy ha sikerül megoldania és hosszabb távra is bizalmat kap, akkor milyen lehetőségei lesznek a csapatot alakítani. Az elmúlt adásban talán már beszéltünk róla, például Csongvai vagy Katona, vagy az utóbbi igazolások kapcsán, hogy minthogyha a Vidi is abba az irányba nyitna, hogy megpróbál magyar játékosokat igazolni. És hát ebből kiindulva van egy olyan felvetésem, amit hogyha jelenleg ránézünk a tabellára, akkor szerintem azért már ti is észrevettetek, és mindenképpen elgondolkoztató, és akkor itt térünk vissza például a Kecskemétre, hogy most a Ferencváros nyilván külön klasszisként kezelve, még ha egészen botrányos is a tavaszi Európa Ligás 8-döntő óta tartó szereplésük, de ők nyilván külön kasztot képviselnek jelenleg a magyar mezőnyben, de az, hogy mögöttük az NB2-ből frissen feljutott, gyakorlatilag csak magyar játékosokat foglalkoztató Kecskemét a második, az évek óta kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató Paks a harmadik,
A szintén sok magyar játékossal felálló Debrecen jelenleg a negyedik. Tehát olyan klubokat látunk most éppen, és szeretném, ha erről beszélnénk, hogy ez most csak egy véletlen pillanatnyi állapot, vagy minek, miben látjátok az okát, ott a táblázat élén, amelyek homlokegyenest száfolják, ami korábban jellemző volt, hogy mindenki tucatjával vette a légiósokat, fölállt 11 külföldivel, becserélt másik ötöt, Fehérvárt is mondhatjuk, Kisvárdát is mondhatjuk, vannak klubok, ahol ezt követték, hogy most akkor arról van szó, hogy tényleg vannak magyar tehetségek, és hurrá, végre beérett az akadémiai program, vagy pedig az edző személye döntő, vagy az van, hogy légiósokból választ botrányos minőségben a magyar többség, azzal együtt, hogy most már nagyon jó pénzeket tudnak fizetni Magyarországon. Mert szerintem arra, hogy ennyivel a vége előtt egy Kecskemét 6 pont távolságból üldözi a második helyen a Ferencvárost, és hogy egy Paks, amely edzőt váltott szezon közben, szintén most már nemzetközi kupás álmokat sző, erre azért senki nem gondolt volna. Hát én akikkel is beszélgetek, megegyezik a saját véleményemmel, hogy általában örülünk Kecskemét és a Paks sikereinek. Tehát ugye Magyarországon mi egy kicsit még mindig ott vagyunk, meg Fehérváron is persze, így, hogy a hazai gyerek, a hazai születésű, a magyar gyerek. Tehát mi Magyarországon még egy kicsit másabbul gondolkozunk, még mindig, mint nyugaton. Tehát egy kicsit úgy ebbe konzervatívak vagyunk. Tehát ezért is valószínűleg sokan örülnek annak, hogy a magyarokkal felálló Paks és Kecskemét ilyen jól szerepelt. Illetve tegyük hozzá, hogy amit látunk ellenpéldaként akár nálunk, vagy más csapatoknál, hogy légiósok tucatnya itt felvonultató csapatok is gyakorlatilag nem jobbak, mint bizonyos magyar csapatok. Itt a kulcskérdés a nemzetközi poron lenne, és akkor szurkoljunk a Kecskemét sikerének, hogy szinte borítékolható, hogy ők ugye nemzetközi kupába fognak indulni. Majd meglátjuk ott például, mire lesz ez elég, mert ugye azt szokták mondani, hogy jó, hát magyar bajnokságban még lehet jó eredményt elérni akár magyar játékosokkal is, de amikor kilépünk a nemzetközi porondra, az már kevés. Hát és hol fognak játszani, mert még az sem elképzelhetetlen, hogy eljönnek a Sóstóra, az ő pályájukon lassan magyar bajnok itt sem szabadna amúgy rendezni, nem hogy nemzetközi. Igen, tehát a Kecskemét sikerének mindenki örülünk, és hogyha azt nézem, hogy a pillanatnyi formát, vagy az egész bajnokság tekintetében a formát is, az előbb mindegyiket már mondtuk valamelyik irányból, a Kecskemét a legmasszívabb csapat a bajnokság kezdete óta. Tehát egyértelműen a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Kecskemét. De minek köszönhető ez? Tényleg most itt a Fehérvár TV adásában nem akarok én a Kecskemétről beszélni, inkább tényleg ez a tendencia érdekel. Laci, te azért MB2-t is szoktál nézni, eljársz tényleg Csákvártól, nem tudom én, Győrig biztos sok meccsre. Te belenézted, vagy beleláttad ezt ebbe a Kecskemétbe? Tényleg vannak fiatal játékosaik, magyar játékosaik, van egy magyar vezetőedzőjük, aki ugyan évek óta dolgozik a magyar futballban, de szerintem kevesen tudták, hogy ő mire képes. És hát tényleg szegény Szabó Levente jut eszembe, akit meg visszahoztunk Kecskemétről, ahol most éppen ezüstérmes pozícióban rohamozhatná csúcsokat, nálunk meg pályára se kerül. Egy érdekes helyzet, hogy belém égett másfél évvel ezelőtt Iváncsa játszott a Kecskemét. Az Iváncsa már nem juthatott fel az élvonalba, bár 10 ponttal vezette a bajnokságot, mert nem kért licencet egyébként egy nagyszerű tulajdonos Baki Imre, de akkor ő úgy gondolta, hogy egy 2500-as falunak ez túlzás. 3-0-ra nyertek simán, és a kecskemétiek előtt bemutatták nekem az ügyvezetőt, aki a tulajdonos is, és 30 kecskeméti várta a sajátjait, és számon kérték, de ordinári stílusban, és üvöltöztek és fenyegetőztek. És a tulajdonos lement a VIP-ből, és azt mondta, hogy nyugi fiúk, nem ez a csapat lesz. És valóban 17 játékost igazoltak, visszahozták Szabó Istvánt, és én azt hittem, azt a Kecskemétet látva tavaly nyáron, hogy meccset nem fognak nyerni az élvonalba. Ezzel szemben meccset nem nagyon veszítenek. Ez egy nagyon jó projekt, egy nagyon felkészült edző, aki nagyon-nagyon kiismeri az ellenfelet. Összerakott egy elképesztően jó középpályás sort olyan labdarúgókkal, hogy ez a Suhodolszky nagyszerű futbolista, aztán az a kaposvári Nagy Krisztián, aki már nagyon jól játszott az élvonalba is 3 évvel ezelőtt, amikor a Kaposvár egy évet kalandozott a legmagasabb osztályban. Tehát egy olyan középpályájuk van Olaszországból visszatérő játékossal, nagyon jól megtalált fiatalokkal, hogy nem nagyon vesztenek párharcot, és onnan tudják folytatni a játékot, és van érkező ember a kapu elé. Tehát rendkívül masszívak, és még mindig nem ismerték ki őket, és a Fradinak az a szerencséje, hogy a 2 héttel ezelőtt, hogyha azon a szakadó esős meccsen a Kecskemét a Mezőkövesdelen nem akar futballozni, akkor, hanem bunkert játszik, nem a saját futballját, lehet, hogy nyert volna ott a Kutor Attila,
ő tökéletes taktikát dolgozott ki, és ennek köszönhetően meg annak az időjárásnak, hiszen játékban az a Kecskemét jobb csapat, de olyan időjárási tényezők voltak, hogy nem tudtak focizni. Kutornak ült nyerik, a taktikája, akkor most rajta vannak a Fradin. És a Fradin megy Kecskemétre, tehát lehetne egy ugyanolyan bajnoki döntő, amit mi vívtunk 2017-ben a Honvéd ellen. De az jut eszembe tényleg nem, ahogy mondasz, látszik, hogy tényleg sokat nézed a Kecskemétet, meg hogy megvannak azok az erényeik, amik valóban méltán tartják ott őket a táblázat élén. De ezzel együtt van egy olyan felvetésem, hogy tényleg nem a többi csapat kritikája ez. Mert amikor azt olvassuk például most épp a héten, hogy az MLS vezető adatelemzője a Ferencvároshoz szerződik, ugye Hegedűs Herik, aki annak idején egy futballblogger volt, még mi vittük be a tévébe szakérteni. Tehát a Fradinak olyan stábja van, hogy már az egy hír, hogy a vezető videóelemző kicsoda. Itt is tudjuk Fehérváron is, hogy milyen elképesztő profi háttér van, hogy mekkora stáb dolgozik. Itt is ugye korábbi válogatott elemző dolgozik a csapat mellett. Kecskemétről mit tudunk, hogy a Szabó István baromi jó felkészül az ellenfélből? Nem hallod ott, nyilván ott is van azért, aki ezzel foglalkozik. Van egy olyan pályájuk, ahol szerintem már 20 évvel ezelőtt is ciki volt meccset játszani, megáll a labda tényleg a vízben, salak övezi majd, hogy nem a futópályán. És akkor ez a Kecskemét oktatja a magyar mezőnyt. Vagy beszéltünk a Paksról is, kicsit mix a kettő, tehát a Kecskemétben látom inkább a fiataloknak a bizalmat megadni és ezzel élni, a Paks pedig hát máshol levetett, nem kellett. Ide-onnan összeszedett magyarok, azon mellett, hogy vannak nekik is fiataljaik, de ott is csak a magyarok. Hát, hogy ezek a kis családias klubok jelenleg oktatják a magyar mezőit. Lehet, hogy ez a kulcs szó, hogy a családias klubok, ugye Laci említette, hogy átalakult a Kecskemét, és ezt a tulajdonos jelentette be, és végig is vitte, amit akart, és jól válogattak a játékosok közül. Tehát emlékszem, ott... bocsánat, csak mert ide kapcsolódik, igen, hogy néhány év ez a kecskeméti futball gyakorlatilag megszűnt. Ők az NBA-ből nem kiestek, hanem kizárták őket, nem volt semmire alkalmas licenszük, és a megyéig zuhantak vissza. Uh-huh. Most meg ott üldözik a Fradit a NBA élén. Tehát azt folytatva a gondolatmenetet, ez a Kecskemét a Hamvaiból lett gyakorlatilag újjá építve, és mint egy újdonsult főnix madár most ugye szárnyalnak, de ez azért lehetséges, és majd egy kicsit ide is köthetjük a Vidit, hogy itt miért nem megy. Ki akarok belőle hozni az, hogy a családias légkör azt hozta talán itt magával, amit látunk is, hogy teljes a bizalom. Tehát a tulajdonosi, legfőbb tulajdonosi körtől lefelé, a játékosokig, mindenki megbízik mindenkiben, megvan a háttértámogatás. Lehet, hogy ilyen egyszerű mondatokat vagy szavakat mondott nekik, hogy figyelj, srácok, ide jöttök, építünk egy csapatot, NBA-be játszotok, tök jó lesz, megcsináljuk, és megcsinálták. Tehát lehet, hogy nincs, hogy is mondjam, akkora receptúra itt, hogy most milyen alapanyagokból kell dolgozni, hanem egyszerűen lehet jelentve, hogy ezért vagytok itt, ezt kell csinálni, minden támogatást megadunk, játszatok, élvezzétek, viszontlátásra. De hát egy kicsit leegyszerűsítettem, de biztos van benne. Biztos, hogy van a hangulatnak, meg szerintem a valószínűleg a viszonylagos nyomás nélküliségnek is. Ugye itt Szabó Leventét említettem, aki a Kecskemétben tök jól eljátszogatott gólokat is lőtt. Visszahoztuk Fehérvár, a pályára nem tud kerülni. Edzők. Említhetném Márton Gábort, aki egy ígéretes magyar edzőnek tűnt, idehozták Fehérvárra, megbukott, képtelen volt megfelelni a nyomásnak, úgy nemzetközi, mint magyar szinten. Most, ha úgy teszem fel a kérdést, hogy ezeket a kecskeméti fiatalokat, vagy a Paks legjobb magyarjait beöltözteted Vidi szerelésbe, és kiküldöd a sóstón azzal, hogy nemzetközi kupát kell nyerni, több milliárd a költségvetés, minden tényleg a kisúj láb masszírozástól kezdve minden feltétel adva van, de nyerni kell. Akkor Szabó István, Bognár György, meg a játékosaik ugyanarra képesek lennének? Ezzel én gondolkodtam egyébként, a Fehérvár a legjobb helyen fekszik a világon. Tehát Velencei tó, Balaton, Budapest, nyugati határok, déli határok, tehát azt mondom tökéletes. Másik oldalon, futball szempontjából ez nem szerencsés. Cserpakovics András polgármester úr mondta annak idén, amikor az első külföldi invázió megérkezett, és egyetlen egy játékos sem lakott Fehérváron, hogy ez ennyire nem rossz város, hogy ne lehessen itt élni. Hivatkoztak arra, hogy nincs spanyol óvoda, nincs angol iskola, nincs orosz iskola, ukrán iskola, ezért mindenki a fővárosból járt le. Ez egy gyakorlatilag ilyen légiós megoldás, és nem ment be ide étterembe, meccs után, győztes után nem hívott egy italt, nem ment el szórakozó helyre, egyrészt nem is szeret
szerették volna, hogy szem előtt legyenek, de döntően a fővárosból járlak le. Nem nagyon ismerik a helyi emberek lelkivilágát, nem szembesülnek ezzel. Pakson például volt olyan Weinter Ádám és Tököli Attila Fehérvárról járt le, de például Debrecenben ez kivitelezhetetlen, és Pakson sem engedik. Fehérváron nem tudom, miután ez egy nagy vállalat, ez egy nagy klub, légiósokkal, ezért úgy gondolják, és megvannak a szülő azt mondja, hogy gyerekemet szeretném ilyen olyan külföldi óvodába járatni. Pakson remek angol iskola, Kecskemét, meg ukrán óvoda van, vagy így van. Mi a titok akkor? És innentől kezdve ő lejön, a két edzés között eltölti az idejét valahol, és visszamegy. Tehát nem lélegzik együtt a helyiekkel, és egy kiki szituáción ennek lehet jelentősége. Tehát én úgy gondolom, itt Bicskei Bertalan volt az első, aki kitalálta, hogy leköltözött ő is a családdal, a három gyerekkel, Zúriák Csöpi, Gáspár József, a kapusedző, mindenki itt élt az életét, mert azt mondta annak idején Bicskei, a korábbi kapitány, hogy igen, és meg kell tanulnunk a helyiek fejével gondolkodni. De a kérdésemre válaszolva, tehát, hogyha ezt a kecskevéti projektet, vagy a Paksit fehérváriként képzeled el, mint hogy mindig megtörtént, tehát időnként megtörtént, hogy hoztunk játékost, hoztunk edzőt, kiemelve egy-egy projektből, nyilván egy teljes csapatot nem lehet, akkor itt is képesek lennének erre a teljesítményre? Hát ha egy az egybe hozod át, akkor igen. Azt mondom, mert gyakorlatilag a labdarúgás világában most is a külföldet végignézzük, ott is vannak ilyenek, amikor a tradicionális nagy klubokat egy kis klub meg tudja verni, meg tudja előzni akár a tabellán is. Ennek pedig a Kecskemét vagy a Paks sikerének lehet akár az is az oka mindenképpen. Olyan mélységben nem ismerem a játékosokat, meg a személyiséget, hiszen én kevés Kecskemét meccset láttam, gyakorlatilag csak a Vidi meccseket, hogy amikor van egy nyerni akaró, egy nyerő típusú közösség, és a közösség egészen ilyen, és egy nagyon jó kohéziót alkot, akkor sokszor az a csapategység, ami abból ki tud jönni, az a kohézió, hogy ők együtt lélegeznek, együtt játszanak, és egymásért is tudnak küzdeni, az át tudja, tehát többet tud adni hozzá, mint adott esetben a sztárok, akiknek tényleg ez a néha beleszarunk állapot van a meccsek után, vagy leengednek egy ilyen nemzetközi sorozat után, lásd ugye a zöldeket. És azt gondolom, hogy ez a csapategység, ez a győzni akaró típusú játékosok mentalitásba, ez sokszor tud olyan produkciót hozni, akár tartósan egy-két évig is, három évig is, amíg ez a kohézió együtt van. Hát akkor az a kérdés, hogy ki a mondjuk azért a felelős a MOL Fehérvárnál, hogy létrehozzon egy ilyen projektet, hogy megtalálja ezeket a városért, egymásért, a baráti kapcsolatokért küzdeni tudó játékosokat. Nyilván itt felmerül, hogy milyen az utánpótlás, kit lehetne a fehérvári gyerekek közül beemelni. Sokat mondó grimasz látta itt a egy vendégünk arcán. Szóval, hogy ha Kecskeméten vagy Pakson, tényleg, főleg Paks ugye magyar mércével egy kisváros, meg lehet csinálni egy csapatot, ahol jól érzik magukat a játékosok, akkor miért nem lehet megcsinálni Fehérváron? Hát nagy kérdés, hogy ugye amikor vesznek egy-egy játékost nagy pénzekért, hogy te vagy a jó, és akkor gyere ide, mert te kell lesz nekünk, akkor ez most már tényleg fel lehet tenni a kérdés, hogy ez jó, ez megfelelő, ez eredményese. Vagy pedig olyan játékosokat keresnek, akik tényleg akarnak Vidi szerelést húzni, és akarnak itt játszani, akarnak ezért a csapatért játszani, és akarnak az NB1-be játszani. Nagyon sokszor ugye nem csak a Vidire, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy baromi nagy elemezgetés, nyilván azért nem csak föllapozzák a transfermárkot, vagy akármit, és akkor azt mondják, hogy ez minden szempontból megfelel az a játékos, ott lőtt két gólt, még az értéke is jó, van, mi ebből tudunk gazdálkodni. De ilyen nincs, tehát valami olyan plusz is be kell hozni egy-egy játékossal, illetve egy-egy játékosnak valamilyen olyan pluszt adni, amit ezek a kis csapatok meg tudnak csinálni, és a nagyobbak, most például a Midéről beszélünk, valamiért nem. Hát tehát valami kötődésnek, bocsánat, csak még ezt, hogy valami kötődésnek ki kell alakulni, illetve ki kell alakítani ezt a kötődést, ahogy beszélgetünk is róla, hogy itt például Fehérváron jó legyen játszani egy olyan légiósnak is, akit azért hoznak ide, hogy te igenis mutassál valamit, de ezt nem nyomásként kell rájuk rakni, hanem egyszerűen ki kell hozni belőlük. Hát látunk egyik Fehérvár csapatnál példát, mert például a Volán, amely szintén rengeteg légióssal játszik egy szezonban, ugye jégkorongozók, ott is azért én láttam, amikor, sőt ültem olyan vonaton hajnalban Budapestről, hogy a Volán légiósainak a feleségei közös csajos programról jöttek haza, elég jó állapotban már, baromi vidáman, ott egy olyan közösség volt, mert az asszonyok, amikor épp a pasik valahol játszottak külföldön, vagy edzettek, akkor összejöttek, és itt vannak Fehérváron, vonattal közlekedtek, marha jól érezték magukat. Ez a fajta közösség, ami létre tud jönni egy kisvároson belül is, ez valóban szerintem nagyon fontos. Nem tudom, mert olyan sok idő már nincs, Laci, te tényleg többszörösen bizonyítottad, hogy például a paksi
klubban szinte otthon vagy, meg nagyon jó kapcsolatot ápolsz a vezetőkkel. Azért az, hogy mondjuk egy Haraszti Zsoltnak nem kell minden évben Európa Ligás vagy Bajnokok Ligája esélyes klubot összerakni, hanem azt mondják, hogy jó, hát van ez a költségvetés, hozd ide azt a magyar játékost, aki ezért hajlandó játszani, és tök jó lesz, hogyha leszünk ötödikek, hatodikak, rúgjunk sok gólt, szeressék a nézők, mert a kisváros hétvégi szórakozásához ez hozzátartozik. Ez azért könnyebb alapálláspont, vagy nyilván azért emellé is kell egy szakértelem? Itt a Vidinél azért mindig más a helyzet, hiszen nagy klubról beszélünk, és egyszer-egyszer egy Debrecen, egy Kecskemét, egy Kisvárda megelőzhet a Vidit, hosszú távon nem. De előre gondolkodva, idén bennmaradunk. 9.-10. helyen, de bennmaradunk, az biztos. De jövőre nekünk megint a Fradival kell versenyeznünk, következésképpen újabb légiósokat kell igazolni, próbálni jobbakat, mint a jelenlegiek, de itt mindig azért megvan az eredménykényszer. És ezeknél a kisebb egyesületeknél viszont maradhat ez a családias légkör, ugyanis őnekik a bennmaradás a biztos cél, és ami utána következik, az már bónusz, de az biztos, hogy mondom, ilyen szempontból nem egyszerű egy videóton, mert elfeledjük majd az idei évet, és jövőre megint úgy gondoljuk, hogy a Fradival harcolunk majd, és arra fogunk gondolni, hogy hát a Fradi ilyen rossz volt, és lehet, hogy 10 meccset nem nyert a tavasszal, mi majd fogunk nyerni, és akkor újra bajnokok lehetünk. És annak idején a Fradinál és a Thomas Dolnál 7 magyar játékos játszott az akkori döntően bajnok csapatnál, de nemzetközi poronnal nem voltak eredményesek. És az a csapat, aki valóban sikeres akar lenni az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába, csoportkörbe, vagy adott esetben a kiesésre szakaszba bekerülni, oda már kellenek a légiósok. Ezt magyar futballistákkal nem tudod megoldani. Csak a kérdés, hogy ezt az elegyet megtalálod-e, hogy megfelelő számú saját nevelésű, magyar klasszisok, adott esetben válogatottak, meg az a 4-5 külföldi, aki biztosan hozzátesz minden meccsen. Hát a Debrecen jut eszembe egyébként nem csak a mostani bajnokságból, most egy kicsit talán visszatérnek ahhoz, ahol nekik méltó helyük kell, hogy legyen, 25 ezeres stadionnal egy 200 ezeres város reprezentánsaként, de hát ti nyilván nagyon jól emlékeztek, hogy 90-es évek elején följött az NB2-ből egy olyan Debrecen, amelyben a helyi, tényleg kiskoruk óta ott játszó gyerekek fociztak, a város saját fiaként tekintett rájuk, és Sándor Tamással, Dombi Tibivel, Madar Csabával, a többiekkel egyszer csak elkezdtek nyerni, és ez a Debrecen odafutott, hogy nem csak többszörös magyar bajnok lett egyébként ezeken a játékosokon alapulva, meg egy-két jó légióst kiválasztva, hanem Bajnokok Ligájában játszott, meg Európa Ligában játszott. Tehát a kettő azért összehozható, legyen helyi közösség, legyenek helyi fiatalok, legyen olyan, ami kezdetben nem rak olyan terhet, de aztán kifut a projekt egy magasabb szintre, amihez nyilván debreceni háttér kell, nem feltétlenül paksi a lélekszámot meg az infrastruktúrát tekintve. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy például a magyar futball egyébként hosszú távon a Kecskemétből vagy a Paksból mit tud kamatozni, mert azért Böde Dániel csak eljutott a válogatottságig, ugye most már a biztos gólkirálynak tekinthető Varga is bemutatkozott. Tehát azért az lenne jó, hogyha ezek a fiúk nem csak írnának egy kellemes fejezetet a saját városuk történetében, hanem így a magyar futballban is valamit letennének hosszabb távon az asztalra. Hát nézzük, a külföldi magyar lelkületről beszéltünk az előbb meg, hogy hogyan van kötődés, helyi kötődés. Minden adásban szinte én is idehozom a zöldek példáját, hogy hát a Lisztes Krisztián micsoda üdvri alvás fogadta. Igaz, hogy szenzációsan mutatkozott be, de hogy a közönség, és most feltételezem, hogy az apját úgymond az ultraszektorba, az ott levőknek a 70%-a szerintem most látta focizni, és olyan renoméja volt egy magyar, egy klubikonnak, egy játékosnak, hogy amikor fia bemutatkozott, azzal a név az olyan védjegy volt, hogy most a Csercsiszov mester bácsinak nem győzi majd a földön tartani a fiút, nehogy elszálljon. Ráadásul ugye ellenünk is jól, vagy ez most is jól játszott ezen a hétvégén, nem ellenünk, hanem ezen a hétvégén. Tehát azt gondolom, hogy a magyar emberben, az előbb is ezt mondta, ezt tudom megerősíteni, olyan erős ehhez a lelkület, hogy legyen egy saját nevelésű, legyen egy hazai, és azért tudnak igazán rajongani. Hát ebbe a zöldeknél hát hány szenzációs külföldi játékos van, kimagasló képességű játékos, és egyiket se láttam még, hogy így értették volna az elmúlt években, mint a Lisztest. Hát meglátjuk, én nagyon bízom benne. Egyrészt tényleg semlegesként akár szurkolhatunk is, hogy ez a kecskeméti meg paksi csoda valami szép eredményben csúcsosodjon ki a szezon végére, de hát elsősorban azért, hogy aztán tényleg itt Fehérváron is lássunk mondjuk olyan helyi fiatalokat, akik a mi műhelyünkből kikerülve jutnak el hasonló szintre.
Köszönöm szépen, hogy voltatok. Így most már Bajnokok Ligájáról, meg a hét egyéb nagy aktualitásairól nem beszélünk, viszont ahogy említettem, ugye a költészet napja van, úgyhogy itt adás végén egy kis meglepetésként egy olyan költemény fog elhangzani, amely a futballról íródott, igaz, hogy Romhányi József írta, úgyhogy kellően vicces és nem túl komolytalan. Igen, és Szabó Miklós Bence kollégánk, amatőr színész barátunk fogja ezt tolmácsolni önöknek itt az adás végén. Én köszönöm a figyelmüket. Két esztelen, félmesztelen egyén egymás hegyén háttán nyüzsög lenne a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. És mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy ember tömbből, mert a másik feje harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sícsot recsen. Szerteszét vérfrecse. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól, és gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát, ordítva paskolja meg a szomszédja hátát. Vegye a kalapját, mert szétverem a lapját, azt a kerek tököt, és a feje felé bökött. Erre az, ó, te gazd, hát engem sértegetni mersze? Persze! Mind a ketten szólnak egy-két havernek. Gyertek, fiúk, segíteni a vernek! Jöttek is mind verekedni. Úgy is kezdtek már verekedni. Buzgón verekedtek, bíz, nem voltak restek. És időnként a gyepre ennyit testek estek. De a két okozót rejti már a bozót. És merre egy részt leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal a derék rendőrség verte szét kardlappal. Le a kalappal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.